A Zene az kell mottóval megrendezésre kerülő utcazenefesztiválra az ország minden tájáról és határon túlról is érkeztek zenészek, akik különböző stílusban és különleges hangszerelésben varázsoltak fergeteges hangulatot Tokaj utcáira. A Tokaj Kincsei Egyesület szervezésében megrendezett eseményre idén közel 300 zenész érkezett, akik mind a legjobb utcazenész címért szálltak harcba. Én nem tudom, mi ez, de édes. Egy pillantásod, hogyha megkeres. Mit napsugár, ha villan ott a tőle. Holott borongón már az este jön. Ugye az alapgondolatot szerettük volna meghagyni, hogy egy örömzene legyen, és a zenészek közti barátságot, a turizmust, a vállalkozóknak egy kicsit megdobni a bevételeit. Ez egy nagyon fontos szempont volt. Azonban kiegészítettük két gasztronómiai dologgal. Az egyik az, hogy öt tokai árusnak nem kellett helypénzt fizetnie ezen a rendezvényen, szintén segítve a helyi kisebb manufaktúráknak a működését, illetőleg az Agrárminisztériummal egyeztetve, szintén ezt a koncepciót követve népzenei részt is becsatoltunk. Összességében hát két teljes nap szólt a zene, 92 zenekar került át a rostán, hát hál' Istennek több jelentkezett, ebből 86 zenekar jelent meg. Két új elem került az esernyőkön kívül. Először is az esernyőknek a fogantyújára azokat a cégeket, magánszemélyeket elhelyeztük egy papíron, akik támogatják az Egyesület munkáját, oda is és vissza is, igaz ez a dolog. Illetve kedveskedtünk egy kicsit az ide látogató vendégeknek, mert 600 méter összhosszúságban keresztneveket tettünk ki a főtéren, és nagyon sok szülő, nagyszülő kereste meg a gyerekének, a saját magának a nevét, hogy na, lám, ugye, tehát egy kicsit családbarátabbá is próbáltuk ezzel tenni. 1200-1500 szavazó jegy volt naponta. Ez azt feltételezi, hogy ha családdal számolok, három fővel, akkor itt egy 3-4 ezer embert megmozgatott egy nap alatt ez a fesztivál, és láthatóan felszabadultan, jól érezve magukat, és minden zenekarral ugye jön kísérő, pici rajongótábor, jó hangulatban telt el az egész nap. Este is örömzene volt, több zenekar úgy gondolta, hogy ők még a borral összekötve az estét csinálnak egy kis ilyen mámoros hangulatot. Azért a zsűrinek ebben volt a legnehezebb dolga, hogy a műfaji határokat átlépve próbálja meg a legtehetségesebbnek tűnő, de a legjobb hangulatot is csináló zenekart kiválasztani. És azok a zenészek, akikkel sikerült beszélni, mind azt támasztották alá, hogy ők nem versenynek érzik igazából. Tehát volt külön díjasunk, volt
természetesen első helyezett, de ezt nem így élte meg senki, hogy ő csak a nyolcadik lenne mondjuk. A kétféle módszer az, hogy a zsűri végig járta, végig hallgatta a produkciókat, illetve került egy kicsit ilyen központi bemutatásra is az előzsűrizés után. A következő az 5. utcazene fesztiválon. Valószínűnek tartjuk, hogy az előzsűrizést követően az a mondjuk 6-8 legjobbnak vélt banda, mindegy, hogy milyen zenei stílusban, a főtéren, mint egy freestyle verseny, ott közönségszavazatok és a zsűri szavazata alapján még egyszer versenyeznének ezért, mert a zsűrinek is könnyebb lenne, és a közönség is, ugye, taps erővel, ilyenekkel lehet ezeket mérni. Szaga nélküled, csak az első volt nehéz, és aztán már csak az ital volt kevés. Csak az első, szaga nélküled, csak az első volt nehéz, és aztán már csak az